azt gondolom egészen elképesztő Jakab Péternek a kijelentése, hogy a magyar politikában nincs harmadik út. Én azt gondolom, hogy ezzel szemben a magyar nemzet számára csak harmadik út van. Egyrészt azért elképesztő, mert Jakab Péter mégis egy olyan pártnak a elnöke, amelyik annó harmadik útként jelent meg a magyar politikában. Másrészt pedig azért, mert Jakab Péter szeret a népre, a népakaratra hivatkozni. És ha megnézzük, akkor a Mi Hazánk mozgalom, amely a harmadik utat képviseli a magyar politikában, a legutóbb mérések szerint elérte az 5%-os parlamenti küszöböt. Tehát azt is látjuk, hogy a választásokon, ahol elindultunk az elmúlt időszakban, ott bizony komoly eredményeket értünk el, hiszen számos megyei közgyűlésben vagy nagyvárosban vannak képviselőink, mint például Egerben, Zalaegerszegen vagy akár éppen Miskolcon. Tehát jól látszik, hogy van majd magyar választónak egy olyan rétege, ahol bizony van igény a harmadik útra. Ha pedig politikailag megnézzük, akkor bizony azt kell látnunk és ki kell mondanunk, hogy az elmúlt 30 évet a politikai váltógazdálkodás, a Fidesz és a balliberális oldal a politikai váltógazdálkodása fémjelezte, az, ahol az ország tart, az az ő közös eredményük. Ez az úgynevezett két út volt az, amelyik bevezette az országot a politika a korrupció mocsarába. Ez az a két út volt az, amelyik folyamatosan elszámoltatást ígért, de aztán ez soha nem valósította meg. Ez a két út volt az, amelyik az elmúlt 30 évben teljesen tévútra vitte az integrációt, aminek eredményeként ma már olyan település részek vannak Magyarországon, ahol bizony becsületesen tisztességesen élő embereknek el kell menekülniük, ahol az értékeik folyamatosan csökkennek, az ingatlanoknak az értéke szinte a forintra megy, és a bérek munkája megy tönkre. De ez a két út volt az, amelyik kiszolgálta szinte kritika nélkül a multinacionális tőkét is. Éppen én azt gondolom, hogy bizony 2022-es választás után kell egy erős harmadik út a magyar parlamentben, amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel, amely a két másik úttal szemben fék szerepét töltheti be, illetve adott esetben pedig a mérlegnyelve szerepét fogja betölteni.